15 évvel ezelőtt, 2007. december 21-én hunyt el Teres Ágoston, jezsuita pap, csillagász. 1931. januárjában Kecskeméten született. A híres város piarista gimnáziumában és a pápai bencéseknél tanult, azután jelentkezett a jezsuita rendbe. Tanulmányait később külföldön fejezte be, Frankfurtban szentelték pappá. 1961-ben Norvégiába hívták a Skandináviában szétszórtan élő magyarok szociális és lelki gondozója lett. 1984-től a vatikáni csillagvizsgáló társ asztronómusaként hosszú éveken át Krisztus születésének lehetséges időpontját kutatta. Meglepő eredményeit népszerű kötetében a több kiadást megért Biblia és Asztronómia címűben tette közzé. 2004-ben magyar fizikusokkal és teológusokkal együttműködve elindította a Manréza szimpóziumot, amellyel a vallás és a tudomány párbeszédét kívánta elősegíteni. Számos ismeretterjesztő előadást tartott országszerte, szívén viselte az ifjúság informálását a tudomány és a vallás kapcsolatáról.